Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a legújabb Rodapestes videóban, ami egy ilyen napi vlog, szösszenet lenne inkább a mai napunkból. Itt van velünk Bálint, Csá, András, Hello! És Rebeka. Sziasztok. Is. A mai nap kimegyünk. Hova megyünk? Ecserre megyünk, ugyanis élőben át szeretnék adni az egyik szerencsés nyertesünknek, nevezzük így, strandfesztivált. Egy napi, egy szombati napra, amikor mi is ott leszünk, amikor föllép a Hősök, ahogy az előző videóban láthattátok, ugye Eküt, aki segített nekünk, és ugye ott elmondtuk nektek, hogy vártunk tőletek videókat. És jött is sok. És jött is nagyon sok, hogy miért akartok eljönni velünk a strandfesztiválra, küldjetek videókat, és az 5 leggyorsabb videós, illetve videót elküldőnek strandfesztivál belépőt, szombati napi egyet fogjuk odaadni, és egy embernek megígértük, hogy személyesen visszük ki, úgyhogy most azért keltünk útra, hogy megmutassuk nektek azt, hogy kivisszük neki, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjünk a Kájátának, hogy létre tudott ez a dolog jönni. És hogy mi is mehetünk. Azt a felcsőgán, mi is kaptunk mehetünk. Jegyet, de mert megdolgoztatok. Igen, érte. És az tök jó egyébként, hogy szombati jegyet kaphatnak, mert a szombat a legjobb nap, szerintem. Bejöttünk egy bevásárló központba, hogy kinyomtassuk a papírt, amin alá fogunk írni, és amin átadjuk a belépőt. Viszont, hogyha ti nem voltatok benne az első ötbe, akik kapnak belépőt, ne szomorkodjatok, mert hogyha a KNK-nál most nyitok ifjúsági szállodacsomagot, akkor féláron tudjátok megvenni a belépő jegyeket. Így van, közben Bálinték meg nem tudom, mit csinálnak. Nincs, nem hoztam a pénzt. Lehet izé Powerpuff Girls nyerni. Így váltatta el Bálint a pénzt, vett egy lufit. Ezt te vetted Rebekának. Oh. Igen. A karrierem. Na. Hadd én, ezekben mindig jó vagyok. Tényleg? Hát, nem. Ja, de. Ott fekszik, az nagyon fekszik, ott az a bárány, igen, báránykecske állat. A lába nehogy bele izéljen, Bence. Én azt az R2 izét szedném. De ott nagyon messze van. Azért nem megy. Hát úgy. Húj! Ne. Nah. De figyelj már, ez egyébként, csalás. Ez még így fogja meg, mintha simogatná. Direkt. Hoppá, róla! Visszatértünk az autóba, Bálint mutasd meg, hogy mit hoztunk. Hát le akartuk laminálni, de nem sikerült, úgyhogy ezt fogjuk aláírni a kedves Dorinának, akit így hívnak egyébként. Így van, és van boríték, azt mutasd meg van borítékunk. Igen, ebben is megy bele a jegy. Visszük neki, de előtte aput fölhívjuk, hogy Dorian tuti otthon van-e. Mi nem András beszélnek, ilyen jó férfias hangja van, neked ilyen kis... De én már beszéltem az apukával. Ja. Igen, megír az a vékony hang... Igen, tessék. Haló, üdvözlöm, Németh Bálint vagyok, már beszéltünk. Üdvözlöm, igen, parancsolja. No, elindulnánk a lányához, nem tudom, otthon van-e, itt vannak velem a gyerekek és a többiek, és akkor elmennénk őt meglepni. Ugye nem tud semmiről? Nem tud semmiről, most otthon van Dorina, úgyhogy meg tudjátok most lepni. Jó, köszönöm szépen, akkor megyünk, és akkor köszönöm szépen az eddigi segítséget, remélem örülni fog neki majd. Úgyhogy én, Bálint, Rebeka, András és Stu elindulunk Dorinához. És most törted be belülről a szélvédőmet. Hagyod már, biztos, ja. De hogy is. De kicsit megijedtél, láttátok, hogy kicsit megijedtél? Igen, tekintve, hogy már egyszer leégettem ennek az autóját. Az égszíját. Az égszíját. Zsa Ecser. Látok, beütöm a GP Zsecser. Zsecser, jó. Beütöm hashtag a... Zsecser. Well, hello! Tedd be azt a izét, amit elkérdezik. A híres well hello. Mi történt? Semmi, majdnem lazán nyomtam egy teli gázas tolatást, úgyhogy azt a kisebb fekete Opel nem vettem ott észre. Olyan érzésem, hogy bevizsgítem, hogy ja, de igen, kifolyt ez. Márja. Mutasd meg, András, kifolyt, és azt hitte bepisílt, és hát kifolyt az energiaital. Nagyon pici, de ülés. Nagyon picit egy ekkora fordva. Aha. Igen. De ilyen lyukos, és beszívja. Köszönöm, igen, jót tesz az ülés. Mutasd meg egyébként, hogy tudod a Forma 1-et utánozni? Hát ez ide, Talmács Gábor, ja nem, az motorozik. Baumgartner Zsolt. Nem tudom ki, jó. Fettel, figyelj, Fettel. Ó, de szépen visszaváltott! Az én? Igen. Kettő padló vissza!
Hát illetve még 750 méterre. Hol vagyunk? Ecser. Na, visszafele jövet. Gyere, crossfit. Meg szeretném nézni az ecseri piacot. Ki akarsz kapni? Igen, igen. A híres ecseri piacot. Egyébként azt olvasom éppen, hogy... Hogy volt egy lengés csillapítón valahol, visszább egy kicsivel. Még a szám is majd nem megölt. Amiről a vlogger nem beszél. Ott vagyok is. Aki nézi a videót és tud esetleg Honda alkatrész, mert ott hagytam a futóművemnek egy részét. Úristen. Oda nézd, de szép kutya! És elvileg mi ide jöttünk. Milyen kis szép hely. És mondd el, hogy ez milyen kutya? Ez egy... Figyeljetek, én megállok egy kicsit fentebb, jó? Miért? Hát, hogy még ne lássák meg. A kocsidat? Biztos, hogy az egész ország ismeri a kocsidat. Igen, Bence, arra kérek figyelj, hogy nyugodtan szállják ki oda, jó? Sia! Ugye nem? Nem ugatsz, nem harapsz? Ugye nem ugatsz, nem harapsz? Ilyen kutyát szerettél volna, ugye? Igen, csak tök jó, mert hullatja a szőrét. Cica! Eltűnt a kutya amúgy! Gyere, 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 András, közvetlenül! Vajon? Hello! Halli! Szia! Hello! Úristen! Tudod, hogy miért jöttünk? Sejtett? Lehet. Kaptunk egy videót tőled. Hoppa, kutya! Úristen! Ebben pedig van egy strandfesztivál belépő, úgyhogy gyere, engedj be minket, mert szétfagyunk. Úristen, köszönöm szépen! Jaj, jaj! Biztos, hogy Andrásnak örülnek ennyire. Kis kutya is! Szia, megölelek én is! Szia! Sziasztok! Szia! Hello! Hát ez a kutya, ez teljesen... Lehet, biztos. Úristen! Gyertek be! Menjünk be! Meglepődtél? Én nagyon. De az nem csodálkoztál, hogy egyébként pont itthon vagy, és mi meg tudjuk, hogy mikor vagy itthon? Nem volt semmi gyanús? Hát ebben nem nagyon gondol bele az ember én amúgy. Én nem gondoltam bele, de most, hogy az ember volt ideje. Beszéltünk apuddal, aki mondta, hogy itthon vagy. Ne. Ugyanis ugye le kellett adni a telefonszámokat szülők közben, kértünk egy szülői telefonszámot is, mert nem itt elküldtél, és beszéltünk vele, és mondta, hogy itthon vagy. Úgyhogy mi most csak postások voltunk, köszönöm. És nagyon gyorsan elküldted nekünk egyébként. És talán a fesztiválra jársz? Alapvetően? Nem, még nem voltam, de amúgy akartam menni egyet, szóval ez ja. Most pont érted. Jó, szombaton mi is. Akkor legalább találkozunk. Igen? Rebeka is, András is, igen. És Hősök koncert. Hősök koncerten EQ apánknál fogunk ott dalolni mellettük a Hősök nótákat. Így van. Te mivel foglalkozom, mit csinálsz? Hát én igazából most érettségizom. És hogy sikerült? Te most megint kiderültek a tételek? A tételek? Jó, jelent, de hozzám nem. Azt írták meg, amit mi írtunk meg. Te nem, de én. Te is. Micsoda? Azt írták meg, amit mi is. Azt kapták meg. Igen? Még így? A tételest kapták meg. És hogy sikerültek? 16-ban. Semmi extra. Semmi extra? Kettes. Semmi extra. Na, ez mégis hibátlanra megértem. És akkor most mi a terv utána? Én most kiadjak egy évet. És szereplő. Értem. Hát igen. Úgyhogy a komment részleben jelezzétek, hogyha szeretnétek. Dorinát. Dorinát, hogy legyen.